Ha marad az Ormán kormány, akkor marad a határzár, megvédjük Magyarországot, megvédjük a gazdaságunkat, a kultúránkat. Ha nem ez történik, akkor káosz vár az országra, és olyan erők kerülnek hatalomra, akik kinyitják a határokat, felszámolják a határkerítést. Április 8-án a jövő a tét, mert a ma szavazók felelőssége az is, hogy milyen környezetben nevelkednek majd a gyerekek, mondta az országgyűlési képviselő Pakson. Selmeci Gabriella a Fidesz-KDNP Tolnamegyei 3-as választókerületben induló jelöltje, Süli János fórumán beszélt arról, hogy a választásnak az a tétje, hogy bevándorló ország lesz-e Magyarország, vagy meg tudják védeni az országot, az eddig elért eredményeket. A teltházas fórumon Szabó Péter, Paks polgármestere azt mondta, nincs alternatíva, egyetlen járható út, amit a Fidesz-KDNP kínál. Süli János azt hangsúlyozta, hogy az április 8-i döntés Paks és a térség számára 60-70 évre meghatározza a jövőt, mert ha megépül az atomerőmű, lesz jövő, lesz térségfejlesztés. Aki hatalomra kerül, vagy annak a felelősségét fölméri akár a mai nap is, az tudja, hogy neki ezt az erőmet meg kell építeni, mert Magyarországon nincs más lehetőség. Pakson a felelősség még nagyobb. Családunk, gyermekeink, unokáink jövője a tét, hangsúlyozta Süli János. Mint fogalmazott, miniszterként végzett munkája és képviselőjelöltként megfogalmazott programja egybevág. Az atomerőmű megépítése és a hozzá kapcsolódó térségfejlesztési program megvalósítása a célja, vállalt feladata.